És én egy dolog valamit nagyon hiányolok, az pedig nem más, mint egy kromöngol. Tehát azt már olyan régen láttam, hogy ezt szívesen megnézném. Hát jó, most jelenleg nem öngollal kezd, hanem megint egy kick-off gollal szerzi meg a Metu a vezetést. Ha jól emlékszem, akkor az előző szetben is így jött a legelső mérkőzés. 2 másodperc alatt kick-off gól született, ráadásul ugyanúgy a Metu-nak az oldalára, de ahogy is, hogyha tévedek. Nem, ez így volt. Ráadásul pont említve Kramot, hát őt említettük az előző mérkőzések során is, hogy ő volt az a játékos, aki nagyon a toppon volt jelenleg most a Metu oldalán, ráadásul most is jelenleg a helyét állja és a szavait is, egyszerűen nem hagyja magát lecsökkent függetlenül attól, hogy jelenleg játszott már 3 mérkőzést egymás után, és most is érkezik a Metu folyamatos támadásai, érkezik belőle Phantom, de a double tap nem sikerült belőle, Goki még ott tartja a labdát, a backboardról lepasszinthatta volna, de végül ott társa nem érkezett, Jécsongi pedig tudja tisztázni, Lejt is érkezett rá válaszul, Maddy pedig ott lehet a lövés, azonban végül mellé sikerül lőni azt a labdát. Igen, kaput nem találtak még, talán most Csongi indulhat meg, de éppen hozzáér Kram. Lejti zavarja meg csapattársát, de végül a kapu felé tudtak irányítani a labdát, de egyébként jól védekezik a Metropolitan Egyetem. Phantom indul meg előre felé, Csongi szól közbe. Attól függetlenül, hogy tovább tudják játszani a labdát, Kram repül rá. Mondit próbálja átjátszani, közben Gogi érkezik segíteni. Csongi, jó passz Lejti felé, Lejti kapura irányítaná a játékszer, de nem tökéletesen jött ez össze neki, Madi még be középre, a Csongi érkezhetne, de Phantom megzavarta, valószínűleg azzal számolt, hogy el fogja találni a labdát, ami nem illet, Gogitól remek a fék, azonban őt demozza Csongi. Lejti, még mindig labda közelében, Madi, elnézést, érkezik labdára, azonban Gogi végül elveszi tőle azt, Phantom pedig egy passzra le tudja azt helyezni, és Gogi egy lövéssel érkezik, azonban Lejti érkezett rá kapusként, és jelenleg játékba tartja még mindig a labdát, Kram is érkezik még egy solo play-jel, azonban ott volt egy fék, amit Phantom nem evett meg, és ezzel pedig megszerezve a második gólt, a Metu továbbra is dominálja jelenleg itt a pályát, Jécsongi pedig nem sikerült elfékelnie ott az érkező Phantomot, ahogy említettem is, és jelenleg kicsit jobban áll a Széchenyi István Egyetem védelmi szempontjából. Kellett eddig mondanom a kikopot követően, Lejti azonban a szavaim ellen játszik, és mégis még megmutatja azt, hogy még mindig ott vannak a kapu előtt, habár a találatok ellenének most talán pont tőle egy lövés, de kaput nem talál, Jécsungi is érkezik, még egyel Gogi azonban az, aki tisztáz. Nagyon közel volt most kétszer is a Széchenyi István Egyetem, a gólt tudja szerezni, nem jött össze, közben Kramtól egy szép lövés, de szállította, ha jól láttam, akkor Madi volt pont. Kram, játssza vissza még mindig, rámegy a resetre, nem sikerül neki, elfogyott a boostja, a féknek ez tökéletes volt, azonban hárította még Madi. Goginek a próbálkozása is meg lett akadályozva, Phantom hagyja el csapatásán a Kramnak, ügyesen állt egy pillanatra a kapu, de Madi visszaért. Adja be Gogi, de csak ellenfelét, Csongit találta meg, Csongi pedig játssza be középre, nem tudja réden a csapattársának, jó passz, de kaput nem veszélyeztette megint a lövés. Gogi, jó kis flick, passznak Phantom felé, azonban végül megállították őket, Madi pedig előre egy tudja helyezni, Jécsongi inkább kivárja, hogy merre repül az a játékszer, leteszi magának, Pricci próbálja lassítani a játékot, Kram érkezik azonban, nem engedi, hogy lelassuljon ez a játék, a Metu akarja diktálni ezt az egészet, Gogi, védekezés, egyszer, kétszer is a második játékos mellett lehet, illetve Madi egy kisebb összetűzés a labda környékén, Jécsongi is érkezik rá, Madi azonban nem tudja előre passzolni, Jécsongi leveszi, kevés a boost, le kell passzolnia, nem sikerül az, elveszik tőle a labdát, Gogi érkezhet még a sarokból, le tudja azt passzolni, Kram pedig a flip reset el tudja használni, de a labda azonban mellé repül, mert Madi ott volt, aki ellövi azt. Gogi bengeri előre, Phantomnak az jó, le tudja rédelni, és be is tudja bombázni a kapuba. Megvan a harmadik találata is a Metunak, Gogi remekül készítette le a labdát Phantomnak. Phantom pedig még szebben tudta helyezni a labdát. Madi azért ott volt, nyújtózkodott, de nem tudta időben elérni, pontosabban csak bevédeni tudta a saját kapujukba.
lassan beérkezünk az utolsó egy percbe, és 3-0 a Metunnak az előnye, 3 gólos előny. Nem azt mondom, hogy lehetetlen feldolgozni ezt, de azt számítva, hogy továbbra is hajtanak, nem hagyják nagyon felszabadulni a Széchenyi Istvánt, én valószínűleg ezt az első meccset már is könyvelném nekik. Igen, folytán az idő, és tekintve azzal, hogy csak eddig lövések voltak, találtak, azonban nem. Egyszerűen Széchenyi István egyértelműen nem tud kapura helyezni, és nem tud rést találni abban a falban, amit eddig a Metu fölépített, ráadásul amit meg is tartott az Óbudaival szemben, és is megmutatja ezt. Phantom is még támadásban akarja tartani a játékot, Kram fel is passzintja azt, de végül támadó nem érkezik, azonban Demo, igen, Gogi pedig ott van még a kapu előtt, ott elfékeli azt, Mádi pedig nem tudja tisztázni, Phantom pedig ráfordul, még egy lövésre adja le azt a passzt, Kram azonban lemaradt egy tempóval, az utolsó 10 másodpercben pedig már csak azt tekinthetjük, hogy meddig maradt fenn ez a labda, vagy pedig lesz-e bármilyen fajta szépítés, ahogy nézem pedig szépen lassan le is pattad ez a játékszer, már nem lesz, ezzel pedig a Metu az, aki ismét elhozza a legelső mérkőzést 3-0-ás gól arányjal. Egyelőre 100%-osan játszik a Metu, egy darab mérkőzést nem vesztettek el eddig, ezt a szíriájukat pedig most is folytatják, szám szerint ez már a negyedik a mai napon. És hát ahogy mondtad, és igen, 3-0 lett ennek a vége, és azt gondolom, hogy megérdemelt a győzelmet arattak, mert tudnak a játékosai, még mindig továbbra is tart ez az összhang, nagyon jól játszanak együtt, és hát tényleg jobbak voltak, mint ellenfelei. De látható is volt, hogy megint 10 plusz lövés volt Metu nevénél, tehát hogy igazából megint csak az volt megtekinthető, hogy folyamatosan ők voltak azok, akik támadhattak a kapura, és tényleg egyszerűen nem engedte jelenleg a Széchenyi István egyetemet, hogy támadjon is a középpályáról túl. Ha pedig volt is támadás, egyszerűen nem volt pontos, és a kapu fát, vagy a kapu mellé tudtak csak helyezni játékszert. Amúgy nagyon közel vannak hozzá, azért mégis jók a kivitelezések szerintem. Meg legtöbbször próbálkoznak arra kimenni, hogy hát ha egyszer kijebb mozdul picit a Metu, és aztán üresen maradva a kaput, hát azt valahogy be tudják fejezni. Tényleg nem látszik ez a fajta játék részükről, még rá kell hangolódniuk. Talán itt a második mérkőzést követően meg tudják ezt mutatni, avagy pedig ismét a Metu az, aki tud dominálni. Hát ha az előzőt veszük figyelembe, az előző meccseket, akkor a Metu az eléggé megbonthatatlan most összhang, illetve összjáték szempontjából remekül védekeznek, illetve támadnak is. Most is ők alakítottak ki akciót, igaz Góri nem jutottak el, Gogi tartja ott a játékszert, Lejti azonban közben szól Phantom, keresni csapattársát, akit kibampoltak végül, Gogi azonban tud érkezni, lövés ez viszont a kaput nem veszélyeztet egyáltalán. Jön még a 50-re. El is hozza azt. Csonginak kell most védeni, inkább hagyja csapattársának, Madinak. És ebből Gogi lőhet. El is találta a kaput, de végül védve lett Csongi által. Még ismét lövés, a Demo pedig tökéletes, és ezzel meg is van megint Metunak a vezető találata. 1-0, megint Kram szerzi a gólt. Phantom szépen nem húzott. Madi pedig a füstölen nem nagyon látott, hogy merre kéne mennie. Így Kramnak idézőjelesen könnyű dolga volt. Ahogy mondtam is, mi az átállás. Tartja ezt az aktivitását. A demók ismét csak érkeznek folyamatosan, megint kikofot követően Lejti az, aki ki lett demózva, azonban végül ott volt Madi a kapuban, és tudja azt védeni. Továbbra is fönnmarad a játék, de meddig megint a Széchenyi István egyetemen múlik az, hogy mikor érkezik a következő találat a Metu nevéhez. De akár ebből a jó kis csapatjátékból is lehet valami, érkezik a Demo is ráadásul. Jé-Csongi az, aki demózik, illetve egy pincs lehetőség, kapufa. Most már kezd kicsit kibontakozni ez a kék osztag, de egyszerűen nem elég jelenleg, hogyha érkezik rá Gogi válaszul, aki elveszi a labdát is. Szólóban az egyik kapuból a másikra egy flip resetrel el tudja helyezni azt a játékszert a kapuval. Ezzel pedig 2-0-ra módosul ismét a Metuhoz fűzött gólok aránya.
egyszerűen továbbra is magabiztosan viszi ezt a mérkőzést. Megvannak a potenciálk a Széchenyi István Egyetem mellett is, azonban még mindig kéne rajta csiszolni. Bogi lő megint, kaput éppen, hogy nem talál, és Rejtit megelőzi. Pontosabban Rejti előzi meg Kramot. Ponton még itt tartja, besegít neki Gogi, Rideri nem tudja azonban, a sarokról kapu felé pattant a játékszer. Kram indulhat meg, Flippeset megvan neki, azonban Rejti remekül védett, Gogi még mindig, kicsit be van szorulva. A Széchenyi István Egyetem legalábbis egy ideje a térfelükre nem jött ki a játékszer. Kram küldi vissza, backboardot talál, Rideri azonban nem tudja. Csapattársának az jó lehet, Phantom indul meg. Második lövi is, hát inkább dunk lett abból. Kaput talált, de nagyon gyengusz volt, nem veszélyeztette egyáltalán a kaput. Talán majd most jól lövés. Kram ütte kapura, azon már hárítva lett ismét Rejti által. Gogi fel a levegőbe, reset megvan neki, de jött Csongi. Szerkezik rá Phantom. Lövéssel Rejti. Jött egy kisebb double commit a metó oldaláról, talán ezt ki tudja használni. Széchenyi István Egyetem, Madi, illetve Jécsongi. Szóval a csúsztatás nem sikerül. Csevzel félbeszakadva a támadás, Krav az, aki tud diktálni vele újabban a labda körül. A flipriszetet nem kapta meg, illetve a passz se volt a legtökéletesebb. Phantom pedig inkább csak megakadályozni tudja a kisebb ideig Széchenyi István Egyetemet. Talán most egy kisebb kavaré van a kapu előtt, bumpokkal, de végül csak megvan az a kisebb védekezés. Az utolsó két percre tekintve megint azt kell tekintenünk, hogy a másik félnek kéne lefaragni a hátrányt, és jelenleg már az elmúlt pár percben nem is volt meg, sőt, továbbra is a Metun neve mellé épül a gólok száma. Kram tudja visszapincselni középre a labdát, ahonnan pedig Phantom tudja belülni Rejti mellett azt a labdát a kapu felé. 3-0-ra módosul ezzel az arányok száma, és egyszerűen elveszni látszik ismét csak a Széchenyi István Egyetem, és a Metu továbbra is csak dominálni és dominálni, lőni és lőni tud egymás után másodpercről másodpercre. 3-0. 3-0-es állás. Az most is bemutatkozik a Metutól. Nem már hajtanának azért, hogy kicsit több legyen ez az állás. Még esélyes legyen a Széchenyi István Egyetemnek visszavozni ezt a hátrányt. Jó passz Kramtól, Gogi tud menni rá. De védve lett az, és jöhet is már a kontra, a Széchenyi István Egyetem próbál gólt szerezni. Ez legény közben egy pincs, de Madi pontot volt, és meg tudta akadályozni a nagy sebességgel érkező labdát. Csongi előre, Rejtit, és pontosabban Madit kereste, Rejti az, aki most teszi előre a labdát. Gogi az, aki fogadja, de kellett azért a segítség csapattársaktól. Egyedül nem biztos, hogy ki tudta volna hozni a labdát, Csongi rámegy a resetre. Gólt nem tudott ebből kihozni, bumpot csak. De az sem volt eredményes, hiszen jelenleg is a Metu támad ismételten, Rejti előre beengedi a labdát. Kaput azonban majdnem talál. Valószínűleg kapu felett volna, de így is meg kellett menteni a kaput, és hát egy érdekes öngolt láthatunk most Metu oldaláról. Itt Rejti, igen, előre küldi a labdát. Kapufáról hozza el Kram, és ő is játszik a középre, nem. Phantom az, aki bejátsz a középre, Gogi meg próbált volna menteni a helyzeten, ez az már túl késő volt. 24 másodperc a vége előtt ad egy ajándék labdát a Széchenyi István Egyetemnek a Metu. Hát ahhoz képest, hogy te azt szereted volna látni, hogy történik-e Kram, Metu! Milyen teamplayt mutat meg itt a kickoffot követően, egy jó kis fékkel, Phantom passzolja le Gogi felé, Gogi pedig Kramnak adja le azt a labdát, amivel végül megszerzi a negyedik találatot is. Bravúrt mutat jelenleg itt a Metu, a továbbiakban is se aggasztja az, hogy most megtörtént egy kisebb gól itt a mérkőzés során. Hihetetlen, amit itt megmutattak. Most is csak végig van kísérve, azonban végül a demo nem történt. Jécsongi tudja azt hárítani. Még itt az utolsó 10 másodpercben ismét azt mondhatjuk, hogy itt a második közmérkőzésen a Metu az, aki el tudja vinni ezt a meccset. 4-2-re 3 gólos különbséggel, hát az utolsót pedig egy hatalmas bravúrral, azt ki kell jelenteni, tehát hogy itt most nagyon kellett nekik ez a kis teamplay, hogy megmutassák, hogy azért még mindig tudunk egymás taktikákat, amiket szeretnénk megmutatni itt élő közvetítésünk során,
Hát igen, jelenleg is magabiztos ez a kis csapat, és a továbbiakban se engedi azt, hogy egyetlen elvigyenek egyetlen egy mérkőzést az ellenfelei, és egyszerűen csak azt tekinthetjük, ahogy ők magabiztosabban játszanak mérkőzésről mérkőzésre. Egyébként 3 gólos lett a különbség, de azt nézik, igazából mindez 5 gólt a Mető lőtte. Tehát ebben is 100%-osak, mert ugye a Szicsi is felejtem azt az 1 gólt nem ők tudták belőni. Jó, igaz, hogy Lejti nevéhez fűződött a gól, de hát azt igazából, ha jól láttam, Phantom meg Gogi hozták össze. Szóval igen, eddig az összes gólt ők lőtték, de továbbra is 100%-os a Metu egy mérkőzés sem vesztett. És megint egyetlen egy messze van attól, hogy a szettet bezsebelje. Ami elég kimagasló és elképesztő teljesítmény. Szóval biztos, hogy szerintem ugye a B csoportot ők fogják megnyerni. Tehát ők nem a negyeddöntőben, hanem az elődöntőben fognak majd automatikusan kerülni. Hát meg is nézzük hamarosan, hogy mi lesz majd ennek a vége, kinyerni meg a szettet. 10 másodperc már eltelt a mérkőzésből, de gól egyelőre nem született. Benéztünk aztán még egy kicsit, hogy mi a helyzet. Jelenleg azért, igen, ahogy mondtad is, hogy azért meg is mondható az, hogy ők már az elődöntősök lesznek. Hát azért szerintem ezt papíron már kijelenthetjük, főleg egy ilyen gui solo play után, ahol egy double tappel tudja befejezni a támadását, és ja nem, Kramnak a passzából elnézést, érkezik ez a kisebb támadás, megpattant a labda, és azzal zavarva Ye Chongit már nem tudja azt védeni. 1-0-ra kezd már is a Metu, ismételten mondhatjuk ezt, de egyszerűen hihetetlen, hogy egyedül is, vagy éppen csapatként is mit meg tud mutatni jelenleg ez a Metu, és továbbiakban sem akarják ezt engedni Lejti, most még középpályáról, tehát inkább csak föltartotta ellenfeleit, eddig a Ponti Gogi pedig érkezik még egy passzal, solo play-el inkább, de az monotárcsa nem sikerült a legtökéletesebben, Madi tudja lepasszolni Lejti felé, Lejti pedig a backboardra helyezve nem találja meg csapattársát, Phantom pedig blokkolja ellenfelét, Kram tud érkezni rá válaszul, Madi azonban ott van. Sorra elég mindig a Metunnak a mérkőzés kezdeténél nagyon maximum fél perc és már is megszerzik a vezetést, a legelső gólt, most is így tettek, igaz már több mint egy perc is letelt ebből a mérkőzésből. Hopp, közben egy jó összjáték volt ott megint középen, de erőteljes lövés nem volt azonban, könnyen tudta védeni a Széchenyi István Egyetem, Csongi remek passz középre, Lejti felé, Lejti pedig kapu fát talál csak végül, Kram nem tudott hárítani, Madinak a 50-je pedig még mindig kapu felé hárul, de azt azonban tudták védeni ismételten a Metu játékosok, sőt aztán majdnem kontrából szereztek még egy gólt, azonban nem így lett, Gogi bengeli előre, keresztbe a másik sarokba, Csongi venné tovább a labdát, Phantom közbe szól, pontosabban Kram elnézést, Gogi viszi tovább, fel tud szabadítani, hopp, szépen átverte Lejtit, valahogy kifordult, de ez pont jó volt neki, Phantom be középre, ott pedig Csongi hárít. Kram, nem le tudja passzolni középre, érkezik egy demo ismét, Ye Chongi lett kidemózva, Madi azonban továbbra sem engedi, hogy a Metu támadjon, és magabiztosabban tud most hárítani jelenleg a kék alakulat, eddig a pontig, csak kell említeni, ott egy jó kis passz érkezett Gogitól, Phantom pedig várakozott arra, hogy mikor érkezik meg az a kisebb passz, 2-0-ra vezet ezzel, tehát ismét a Metu. Hát igen, mindig a kommentátori átok, ez így meg szokott történni. Hát természetesen továbbiakban is arra kell összpontosítani, hogy jelenleg a Metunak annyit kell játszani, ahogy még ezt a mérkőzést elvigye, és 3-0-ra, és végül a csoport legelsője legyen, ameddig a Széchenyi István Egyetemnek pedig egy reverse sweepre van szüksége, már pedig nagyon nehéz lesz neki ebből a szempontból, hogy jelenleg nagyon jól érzi magát ez a kisebb narancs csapat, azonban Lejti még érkezik egy kisebb támadással, de azonban végül Kram az, aki akadályozza. Phantom tovább,
vagy a középre, közben kioszt egy demót Kram, és Goginak így üres kapus helyzetet alakít ki. Egy Phantom játssza be tovább, Kram pedig az utolsó embert, aki közelebben a kapuhoz kidemózza, és Gogi ezt így könnyedén be tudja lőni. 3-0 az ismételten megvan. 3 gólt legalább mindig meg tud szerezni a Metu, úgyhogy amíg az ellenfele nullát. Madi próbálja hátrafele vinni, hátra jön a csapattárs, de ellenfél érkezett csak. Gogitól remek passz középre, és Kram nem tudja belőni, de Gogi a lepattanóra pedig már érkezik. Már is 4-0 az állás, 1 perc 44 másodperc van hátra. És Kram nagyon közel volt ahhoz, hogy gólt szerezzen, de hát a kapufa most kivételesen a Széchenyi István Egyetemmel volt, de Gogit nem bírták azonban még korrigálni. Az öreg itt már csak az lesz, hogy mennyi gól lesz a Metu nevénél. Most már ez fog lassacskán eldőlni. Itt érkezhet is a következő, talán még Gogi egy lövés, de végül csak kipattintani tudja azt a labdát a kapu elől, és ezzel tud építkezni most éppen Lejti. A kaput nem tudja már elérni vele, Kram az, aki el tudja venni tőle. Érkezik is egy bumppal, nem jön össze, Gogi is végül nem tudja átvenni a játékszert, Phantom azonban már középpályán tudja őket akadályozni egy kisebb ideig. Gogi még vissza föl a kék oldalra, Jécsongi pedig lepasszolja a Lejti felé, aki egy pincsel próbálkozik, azonban jó volt a blokk túloldalról. Jécsongi ismételten, Gogi nyeri meg a 50-t. Madi pedig óvatosan kell játszani a Kram és a boost, de függetlenül megoldja, hogy valamilyen passz legyen ott. Lejti ki tudja csúsztatni, Jécsongi nincsen meg a játékszer, most lát tud csapni ezzel a Metu, azonban érkezett egy bump. Kapu felé irányult a labda, de az Phantom meg tudta akadályozni, ki tudta hárítani. Gogi elhagyja a játékszert, érkezik Kram, előre is küldi a labdát, de végül Madi, aki tudja ezt hárítani, Lejti felpöcköli. Csonginak lesz az csak jó, Csongi bejátsz a középre, tovább is megy vele, bumpot tud csak végül még kihozni vele. Lejti itt játsz a középre befelé, és Phantom végül, aki tisztáz, Gogi pedig megelőzi, Madit be is adja középre. Az jó lett volna Phantomnak, de gyorsabb volt az ellenfél. És most már csak 10 másodperc van hátra, ami azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel a Metu ezt a BO5-öt is megnyeri könnyedén 3-0-ra. Az idő már lejárt, most már csak arra várunk, hogy a játékszer is lepattanjon. Érkezett volna még egy lövés, de a Scrum ki tudja védeni. Ezt a meccset 4-0-ra tudta megnyerni, összesítésben pedig 3-0-ra nyerte meg ezt a szettet is a Metu. Tehát eddig ebben a versenykiírásban 100%-osak, egy mérkőzést nem vesztettek a két szetten belül. És hát várható volt, így az elődöntőből fogják majd folytatni a harcukat. És hát ebből a csoportból, mivel itt csak hárman vannak, ugye a Széchenyi István Egyetemen kívül, illetve az Óbudai van még, ők nem tudnak kiesni, hiszen a Pécsi Tudomány Egyetem az visszamondta a meghívást. És ebből a csoportban sajnos csak hárman versenyeznek, így tehát ebből a csoportban nem lesz kieső. Lényegében csak a helyezéset játszanak, ki lesz a második, harmadik. Lényegen nem nagyon fog változtatni,